Hello, sziasztok! Jó ketogén reggelt nektek is! Indul a mandula. Ez itt kávé. Méghozzá ilyen édesítőszerrel eddig. És majd keresek hozzá egy kis tejszínt. Talán még van itthon. Azt nem még van. Van itt bontott is, vagy az nincs. Kicsit nagy a káosz. Látszik elég ketó a hűtő. 10%-os tejszínnel, sajtokkal. Ilyen finom nasikkal van. Ez, amit itt elraktam, ez nagyon tilos, ez cukor. Ah, itt van a nasi. Ez egy ajánlott nasi egyébként. A töpörtyű, ihatod cukormentes bombával, vagy eheted, vagy ahogy tetszik. Ez úgy jó, mert be lehet rakni az autóba, én mindig hordozok a kiba, hogy dobott töpörtyűt, meg pár bombát. Ilyen hideg őszi automata hűtés van az autóban, úgyhogy ez itt még egy darab zsírszalonna. Az is egy sajt. Lesz itt kaja a héten, látom. De én most ennél jobbat mutatok ki reggelire, ami kiadósabb. Ez tényleg fincsi. Lesütött hús. Nem is akármilyen. De lekapcsolom a kávéfőzőt. Ez itt. Nem akar kijönni egy kézzel, mindjárt kiszedjük. Addig megállunk egy picit. Csiribá! Sikerült kivenni. Finom reggeli. Az a jó, nem a fagyi. Egyébként ez pofahús. Egy kiló pofahús, kicsit több volt. Nem csináltam róla videót. Így reggel egy gyomorra elnyalogatni egy kis zsírt, ha nincs töpörtyű, az is jó. Szóval ez pofahús, úgy kell kérni. Rágóizma a sertésnek. És ezt egy kiló zsírba, ebbe itt, megsütöttem. Aztán, amikor egyet megettem, meg egy kis zsírt is, a többit visszaborítottam, amikor még folyt, de már ilyen, még langyos volt, de, vagy fordítva, amikor már meghűlt, langyos volt, de még folyt, visszaborítottam ide, és lesütött hús. Nagyon jó. Egyébként nem is kellett nagyon megfűszerezni, mert ez tök fincsi. Na, egy kicsit leszettem róla a zsírt, hogy lássátok, hogy hogy is néz ki, de azért melegítés után még fincsi lesz. Ezek ilyen kis briketnyi, szén briketnyi darabok. És az előnye ennek a módszernek, hogy a zsíre a távol tartja az oxigént, úgyhogy bármeddig eláll, úgymond, amíg meg nem eszed. Mert azért egy kilót az hamar egy hét alatt beharap az ember, úgyhogy egy-két kilót így le lehet sütögetni előre, és akkor nem kell vele szenvedni. A mikro egy kicsit aggódik a sok zsír miatt. Pedig nagyon... Jaj, ezt akartam megnyomni. Szóval Gusta, na! Mindjárt megmutatom, hogy néz ki, ha már kiolvadt. A mikro nem robban fel. Gusta lesz ám, tényleg gusta lesz. Már talán kezd hasonlítani, még mindig egy kicsit a fagyott zsír rajta van, ami nem baj, mert így legalább eszel hozzá egy kis zsírt is. De, mert ha leolvasztod, akkor azt a maradék leolvasztott zsírt rögtön visszaadod a vizet tetejére. Hát egy kicsit lerendezi a mikrót, az biztos az ilyen kaja. Így. Ezt meg így már lehet fogyasztani. Jó étvágyat hozzá. Egy kis salátát még csinálok. Hát a mikro az biztos, hogy nem fog elrosdásodni ennyi zsírral. De mindenek előtt megiszem a reggeli kávémat. Egy kis tejszínnel. Már úgy gondoltam, hogy 10%-os tejszínnel, mert ebben van zsír. Nagyon ott van. Na, jó reggelt nektek is, meg jó diétázást. Csumi, iratkozzatok fel!